Idén 75 éves a NATO, Magyarország csatlakozásának pedig 25 éves évfordulóját ünnepeljük. Ennek apropóján nyílt hétfőn kiállítás a Kodolányi János Egyetemen. A tárlatot Topor István ezredes, a NATO erőket integráló elem parancsnoka nyitotta meg, aki kiemelte, a kiállított képeken megjelenik mindaz, amit a Magyar Honvédség tett 1999-től napjainkig annak érdekében, hogy ne csak Magyarország, hanem a szövetség valamennyi állama és állampolgárai biztonságban tudják magukat. A legelsőt, ha kiemeljük, 1999, hiszen éppen csak Magyarország csatlakozott a NATO-hoz, és a KFOR kötelékében már egy egészen komoly erő került telepítésre. Azt gondolom, hogy a légierős kollégák szempontjából nagyon fontos a Balti Air Policing, ahol igazi éles bevetéseket kell a katonáknak végrehajtani, és ezt évenként gyakran ismétlő feladat a Magyar Honvédség számára. A tablókiállítás a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete, a Kodolányi János Egyetem és a Fehérvár megyei civil közösségi szolgáltató központ szervezésében jöhetett létre. Az elmúlt negyed évszázadról láthatnak az érdeklődők harcos képeket, valamint a békefenntartás mozzanatait. Sajnál Gyula a baráti körünk felügyelőbizottságának az elnöke, de emellett ő nagyon sokáig szolgált Brüsszelbe, nagyon-nagyon összetett és képe van arról, hogy mit is csinál ez a szervezet. Ezért is a szövetség tagságából eredő kötelezettségeket sorolja fel, illetve azokat a képeket eleveníti meg, amelyik azt hiszem ezzel a negyed évszázadban a legemlékezetesebbek. Csikány Tamás, az egyetem tudományos rektor helyettese szerint ritka ajándék az a biztonság, melyet a NATO és a Magyar Honvédség biztosít számunkra, ezért fontos, hogy az itt tanuló diákok, hallgatók és akár a középiskolások is lássák ezeket a képeket. Kicsit csodálkozzanak rá arra a dologra, hogy Magyarország biztonságát elsősorban a NATO biztosítja, természetesen ebben a Magyar Honvédséggel, és hogy érezzék azt, hogy azért ez mennyire fontos tevékenység, mennyire fontos az, hogy ők itt biztonságban tanulhatnak, élhetnek, szórakozhatnak, reméljük nem sokára családot nevelhetnek, mert ez a biztonság, ez azért, amit az elmúlt évtizedekben Európában volt, azért ez nem volt mindig így a történelem során. A tárlat május 6-áig látogatható a Rákóczi utca 25-ös szám alatt az intézmény nyitvatartási idejében.